Istenének átad minden bizalmát csak beléveti. Az csodaképpen őrzi Isten, ínség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem pövényre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhajsók, jaj szó, mit ér? Ha sebeink még jobban fájnak, minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, a lelkünk búna helyet ad. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelembe, örökből célnak megfelel. Ki elválasztá életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Zenj hát az Úrnak, járd az utat, mit éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldást juttat, majd Jézus hát szép új napot. Ki benne bízik és remél, az mind örökké véle. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, alázattal és bűnbánattal állunk meg szent színed előtt, hiszen elmondhatjuk mi is Pál apostollal egyetemben, hogy nincs a mi testünkben semmi jó. Akarjuk a jót cselekedni, és mégis a rosszat tesszük. Mert ha cselekedetben már nem is tudunk gonoszat cselekedni, de gondolatban igen. Te átod a mi gondolatainkat is, és egyszer majd számon kéred ezt. Milyen sokan vannak, akiknek ellenségeik vannak, és nem tudnak megbocsátani nekik. Pedig aki nem tud megbocsátani, az már gyilkos is az ő szívében. Köszönjük te néked, mennyire, atyám, hogy te irányítod a természetet is. Te hozod fel a te áldott szép napodat minden emberre, jobbra és gonoszokra, és te általad van tél, tavasz, nyár és ősz. Köszönjük, hogy most ebben a forróságban is megmutatod a te hatalmadat, hogy az ember ideig, óráig el tud bújni előled, de te akkor is látod, mert a te szemeid előtt nincsenek semmi zárt kapu és zárt falak. Uram, bocsáss meg minékünk, hogyha sokszor nem tartjuk ezt szem előtt, és azt gondoljuk, hogy te előbb elrejthetjük a mi gondolatainkat, vagy a mi dolgainkat. Köszönöm, hogy egy hónap elteltével újra itt lehetek az én idős testvéreim között. Uram, te látod, mennyire megfogyatkozott azoknak a száma, akik a múltkor itt voltak, jelen voltak, hogy hallgassák a tanítást, az igét. Uram, de te látod, hogy ők is megfáradtak. Uram, hisz itt olyanok vannak már, akik megöregedtek, és csontjaik megavultak, de te neked szabad van azokhoz is, Uram, akik nem tudnak elmenni a templomokba és egyéb helyekre, Uram. Te itt is szólni akarsz. Azért hívtál el engem, hogy eljöjjek. Uram, könyörülj meg rajtunk. Taníts minket rád figyelni, Uram, ebben a hőségben is. Hallgass meg minket. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Hallgassátok még, kedves testvéreim, a református bibliaolvasó szerint
mai napra rendelt Szent Evangéliumot, amely írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levelében, a 10. részben a 14. verstől a 32. versig bezárólag. A következőképpen. Ezért szeretteim, meneküljetek a bálványimádástól, úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus vérével vagy testével való közösségünk-e? Mert amint a kenyér, egy test vagyunk abban, sokan, akik az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izraelt, akik az áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? De mit mondok ezzel? Talán az, hogy a bálvány áldozat, vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább az, hogy amit a pogányok áldoznak, az ördögöknek áldozzák, nem Istennek, azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattuk az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála? Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Senki a maga javát ne keresse, hanem a másikét. Mindazt, amit a húspiacon esztek árulnak, azt megelszitek. Ne kérdezgessétek semmit lelkiismereti jogból, mert az Úré a föld annak teljessége. Akár esztek, akár istok, bármit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésére ne adjatok okot se a zsidóknak, se a görögöknek, se az Isten egyházának. Mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözöljenek. Kedves testvérek, ez a mai igeszakasz minden időnek az aktualitása. Mert emlékezünk csak vissza, akik ismerjük az ószövetségi népnek a történetét, hogy milyen hamar elfelejtkeztek például az Egyiptomból való szabadulásról, hogy Isten szabadította őket. Akkor, amikor próbára tette őket Isten, és Mózes fenn maradt a hegyen, hogy a 10 parancsolatot levegye, 40 napig volt fent a hegyen, csak 40 napig, és már akkor azt hitték, hogy Mózes már meghalt, és már akkor Áront rávették arra, hogy aranyból jut öntsön, hogy azt imádják. És azt mondták, hogy ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból. Elfelejtették, hogy Isten hogy választotta ketté a Vörös-tengert előttük. Elfelejtették Istennek a csodálatot tette. És akkor Isten bizony nagyon keményen megfenyítette őket. Mert elpusztult, több ezer ember elpusztult akkor, akik ott dorbézoltak, ott orgiáztak, olyan orgiákat csináltak ott a bárvány körül, ott táncoltak, ott paráználkodtak, ott bujálkodtak a bárvány körül. Mert azt hitték, hogy az az Isten. És ez nincs ez másképpen napjainkban, mi kedves testvérek. Pedig nyilvánvalóvá tette Isten a 10 parancsolatban, mindjárt az első parancsolatban lefektette. Ne csinálj magadnak faragott képet, semmi hasonlót ahhoz, amik az égben, a földön, a vizekben is bárhol vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat. És láthatjuk, kedves testvérek, hogy akár merre megyünk, mindig látunk szobrokat és imádják. Miért imádják azokat a szobrokat? Sokszor megkérdeztem már, mert ugye, hát meg szoktam fordulni például a katolikus templomokba is, hiszen minden, a vőm is, unokáim is mindegyik katolikusok, mert ott kell lennem, nem csak hivatalból is, amikor bérmálkoznak, meg keresztelkeznek, meg stb., meg esküdnek, ott kell lennem hivatalból. Bemegyek és hányszor látom ott a bazilikába is, hogy ott érdepelnek Szent Antal, meg
Pál apostol, meg Péter apostol, meg Máriának a szobra előtt. Ott érdekelnek, ott kiáll. Imádkoznak hozzájuk, hogy segítsenek őket. Vagy például nem beszél arról, hogy most elmentek, ugye most volt a búcsú, hogy hívják, Csíksomjon, igaz? Milyen sok ezen elmennek azért, hogy meggyógyuljanak. Pedig egyedül csak az Úr Jézusnak volt hatalma gyógyítani, és a tanítványoknak, az első apostoloknak. De attól kezdve Isten mindenkitől megvont ezt a gyógyítás hatalmát. Miért? Azért vonta meg minden egyes embertől, papoktól is mindenkitől, azért, mert visszaéltek vele. A saját dicsőségükre használták, és pénzkeresetre használták el. Hát most is milyen pénzösszegek befolynak, kérem szépen ott. Mert ugye a Perselybe, ugye ott van előttük a Persely, aztán ha meggyógyítasz, akkor ennyit és ennyit adok hozzá, ugye? Ott érdekelnek előtte. És amikor megkérdeztem például a Nász asszonyomat is előttem még, de most már nem csinálja, megkérdeztem, hogy hát mondd már meg nekem, hogy miért imádod például a szenteket? Azt mondja, hát ő nem imádja Máriát, csak tiszteli. Isten már akkor, mikor az első parancsolatot megadta, 10 parancsolatot, már akkor gondolt rá, hogy ne csak azt mondja, hogy ne imádd azokat, hanem ne tiszteld azokat Istenként már. Ugye, mert Isten tud csodákat tenni csak, senki más. És az is meg van írva a Szentírásban, hogy Jézus nem látja senki, míg vissza nem jön majd ítélni élőket és holtakat. Senki. És a pásztor gyerekek még látták, és akkor oda is elzarándokolnak. Mert hát látták Jézust, találkoztak Jézussal, és találkoztak Máriával. Hát onnan már nem jön vissza senki se. Egyedül az Úr Jézus Krisztus volt, aki feltámadta a halottak közül, visszajött a sírból. De hát ezt nem ismerik a szentírásokat. Emlékszek vissza, áldott emlékű nagymamám, ő is katolikus volt, apai nagymamám, és ugye elszoktam vele annak idején elvitt magával mindig a kápolnában, ott a szülőfalunkban csak egy kicsi kápolna volt, mert kevesen voltak a katolikusok, és ő mondta egyszer, hogy tudod, kisfiam, azt mondja, nekünk nem szabad volt bemenni a református templomba, be kellett gyónni, mert bűnnek tartották, oda bementek. Hát nem borzasztó dolog? Hát nem az Isten igéje hirdettetik ott? Nem arról a tiszta evangéliumot prédikálják? Épp ezért volt szükség a reformációra. Mostan 500 éves évfordulját ünnepeljük a reformációra, az 500 éves évfordulját. És azért volt szükség, hogy mindezek megszűnjenek. A múlkor ott a szilvásvárosi kerektemplomban ott volt egy katolik házas pár bejött, azt mondja, hát hol vannak itt a szoba? Hát mondom, nincsen. Hát annak idején kidobáltuk a szobokat, mert az bűn azok, aki várnak. Ugye? Tehát nincsenek hozzászokók, csak a tiszta fehér fal van. Nincsenek hozzászokók. És még csak díszítések sincsenek jóformán, se arany, semmilyen díszítés. Sőt, itt azt olvasjuk, hogy az oltár. Hogy mondjam el, kedves testvérek, hogy Isten megszüntette az oltárt, akkor, amikor a templom kárpítja ketté hasadt, akkor most már nincs közben járó, egyelőre csak Jézus Krisztus járhat közben, csak ő járhat, így van benne a Bibliában. Nem vagyok ott más közben járó, csak Jézus Krisztus, Isten és az ember között. Ha már valaki nem meri megszólítani Istent, az Atyát, pedig hát a mi Atyánkban Jézus megtanított bennünket, hogy így szólítsuk meg, hogy mi Atya. Ugye közvetlenül kérhetünk tőle, nem kell nekünk senkit megkérni, hogy járjon közben, de ha már minden áron közben járót akarunk kérni, akkor kérjük az Úr Jézus Krisztus. Ő kívánjuk. Jaj, bocsánat, jól tudom. Csak egyedül őt imádjuk, az Úr Jézus Krisztus. És tehát a Szent Háromság Isten imádandó, csak az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ez van benne a Bibliában, és ezt kell tanítani. És ezért volt szükség, ugye Luther Márton, ugye eredetibe olvasta, de még akkor latinul,
olvasta a Bibliát, még régebben még nem is tudták a népek olvasni a Bibliát, mert a latin nyelven volt írva, gyerek. Csak a reformáció fordította le külön minden nyelvre, a világ minden nyelvére lefordította. Károli Gáspár magyar nyelvre fordította le a Bibliát annak idején. És ugye, aki olvassa a Bibliát, erről ezt a szakasztal is most olvasom, hát ő világosan értetődik. Mit írt Pál apostol, azt mondja, hogy úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekkel, ítéljétek magatok, amit mondok. Hát megletén, az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? És itt van a másik dolog, ami égbe kiáltó bűn. Szentségtörés, így is mondhatnám. Az, hogy nem kegyszín alatt szolgáltatják ki az Úr vacsorát, nem? Nem áldozás, mert az áldozás az megszűnt, akkor szűnt meg, amikor Isten leromboltatta a rómaiak által a Jeruzsálemi templomot. Azóta nincs oltár. Azóta a zsidó népnek a legnagyobb fájdalma az, hogy nem tudnak vinni bárányt az oltárhoz, mert nincs oltár. Nem tudnak áldozni azóta. Mert megbüntette Isten őket. Ugye mert átalakították azt is, van bálvány áldozati oltára. Például volt a két király is olyan volt, aki volt egy oltár az Istennek is, még volt a báloknak is egy oltára. Ugye? Mind a két oldalán kétfele sántik álltak. A proféta mondja is egyik esetben, hogy meddig sántik álltok még kétfelé. És Isten soha nem hozott csapásokat úgy Izrael népére se, hogy ezt előre ne jelezte volna. Most Ámosz prófétának a könyvét olvasott, és ott is megmondotta, hogy jön majd a sáska, jön a szöszke, és jön a jégeső, és jön a forróság, a tűzvész, és minden jön, hogy Isten megmutassa a hatalmát, hogy amennyiben nem fordultok vissza hozzám, nem lesz mit ennetek se. És láthatjuk, hogy Isten ura ennek a hőségnek is, ugye? Tehát megmutatja, hogyha ő ilyen hőséget tud bocsátani az emberiségre, akkor kiég a búza és kiég minden. Bár még most ugye éppen a rádióban hallgattam, hogy 5 millió tonna búza termett az idén is. 5 millió tonna. Igen ám, de tudjuk nagyon jó, hogy milyen jegek estek sok helyen. Úgyhogy csonkig leverték a fákat, a gyümölcsfákat, csonkig lezsaroltak. Ott már egyetlen szín gyümölcse lett. Vagy itt vannak ezek a tornádok. Annak nem is emlékszik rá olyat, hogy a háztetőket egy az egybe lekapcsolódnak valami szélvé. Olyan volt, hogy megbontott esetleg, hogy ágakat letört, de úgyhogy hogy fákat csavart, itt elszett tövestül, azt elvitte 100 méterre. Ilyen tornádok itt Magyarországon most már. Tehát láthatjuk, hogy a végidők felé közeledik az emberiség, Isten megmutatja, hogy mit tud cselekedni akkor, hogyha nem őt imádják. Mit tud cselekedni? Na de kedvesek, hagyd mondjak, hogy sok református ember szeret büszkélkedni azzal, hogy ő nem imádja a bálványokat. Pedig nincs mit büszkélkednie. Mert mindenkinek van bálványa, aki valami mást is imád még az Istenen kívül. Hányszor hallottam már, kedves testvérek, azt, hogy úgy imádom az unokámat. Ugye? Mi ez, ha nem bálvány imádás? A csillagokat lehoznák értük az égről, ha tehetnék, mindent megvesznek neki. De hogyha már a zsebükben nincsen apró pénz, csak mindig 2000-es, már nem dobja bele a persejbe, de az unokának odaadja még a 20 000-et is. Igaz? Csak azért, hogy elmehessen bulizni, szipózni, kábítót szerezni, meg bulizni. Ugye? Láthatjuk, mindenkinek vannak olyan, amit Isten elé helyez, de tudni kell mértékét tartani mindenben. Én is szeretem az unokáimat, a dédunokáimat is szeretem. Hiszen már Isten már 8 dédunokával ajándékozott meg, a 9. most van útban. Januárban is megszületik, ha Isten is, akkor is megengedi, hogy megérjem azt is. Szeretem őket, kisebb ajándékokat vezek neki. De hát minek halmazunk? Ott van éppen, mentem az egyik helyen,
volt, négy gyerek van, de az udvar tele van játékokkal, biciklikkel, kis autókkal, olyan autókkal, ami villanommal, árammal megyen. Tele van az egész udvar, szanaszétszóval. Még arra se tanítják meg a gyerekeiket, hogy rendet rakjanak. Hogy ezt eltegyék, amikor befejezték a lejárt. Még arra se tanítják meg a gyerekeiket. Tehát láthatjuk, hogy itt van például visszatérve az oltárra. Ugye a katolikus testvérek hogy mondják, amikor mennek áldozni legyünk, igaz? Nem azt mondják, hogy úrvacsorázni legyünk, hanem áldozni legyünk. Nincs áldozat, bűnért való áldozat nincs. Jézus Krisztus egyszer s mindenkor az utolsó áldozatot bemutatta. Ott a Golgotán. Mert véres áldozat nélkül nincs bűnbocsánat. Véres áldozat nélkül. Ott le kellett várnia, ugye a zsidóknál az oltárra, amit a bárányt le kellett várni. És a vér is az oltárra kellett hinteni. De mióta nincs oltár, azóta nincsen áldozat se. Urvacsorázni megyünk, és akkor úgy kellene urvacsorázni, ahogy azt mondja. Ahogy ezt le van írva. Például ugye mostan vasárnap is néztem az egyik misét, aztán mikor a pap az, a plébános az felolvasta az úrvacsora szeretet, azt mondja, hogy igyatok ebből mindnyájan. De nem adja oda nekik a kelyhet. Ugye? Csak ő iszik belőle. Hát ez a szentségtörés, mert ha azt mondja az Úr Jézus, hogy igyatok ebből mindnyájan, akkor csak a kettő együtt érvényes. De hát hiába magyarázom például testvérekkel, ugye, hát vannak már az én rokonaim közül is például, már a Nász asszonyom, az nagyon nagy buzgó katolikus volt, rózsafűzéres volt. Nem tudom, biztos tudják valaki, hogy mit jelent, az fogadalmat kellett tenni annak idején. És amikor hitte jutott megkért, akkor elfogadta azt, hogy hát például, ugye, az, hát ezen sokkal láthatjuk, hogy nem tudom, hányszor több van üdvözlény Mária rajta, mint mi atyám, nem, de sokkal több üdvözlény Mária van rajta. Akkor elmagyaráztam nekik, hogy hát Máriát imádja ezzel. Akkor megértette, mert ugye azt mondja apostol, hogy én értelmesekkel szólok. És hát valaki, ha nem érti még azt, hogy nem szabad ezeket imádni, senki vártani, senki vil, ha nem érti még, akkor azt már az ördög formájusítja az agyét, hogyan. És hát láthatjuk, hogy ő azt mondta, hogy na, akkor mától kezdve visszaadta a rózsafűzét a társaságnak, akikkel együtt voltak. Tudjátok, mi történt? Kiátkozták. Úgy, hogy a pápa is kiátkozta annak idején Luther Mártont, amikor a levelet elküldte neki. Ugye? Ha van egyáltalán az embernek joga átkot mondani valakire? Ugyan nincs. Egyedül Istennek van hatalma. Még az Úr Jézus Krisztus is csak egyszer mondott átkot, amikor a fügefát megátkozta. Igaz? De azt se az emberre mondta, hanem a természetre, a fügefára. Tehát azért mondom, hogy csak ha ki olvassa az írást, az a Biblia, a Szentírás önmagát magyarázza. Aki ebből a rész szakaszból, ugye én nem választottam ezt a szakaszt a mai napra, hanem mondom, a bibliaolvasó vezérfonal szerint pontosan ez a szakasz került a mai napra. És mindig általában arról szoktam szolgálni, amiből reggel csendességembe készülök. De hát így tudtam, hogy most ide jövök, az első csütörtök van, akkor már én a hét elején elő szoktam venni, és készülök rá. Készülök rá, amit Isten mond nekem azt kell mondani. Amit a Szentlélek Isten mond. És gyerünk tovább, azt mondja, sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögnek áldozzák. Az ördögnek áldozzák. Mert hát például Pál apostol azt írja a krétaiakról, hogy a krétaiak resthasak, a hasuk az Istenük. Nem tudom, biztos hallottál már ti is, hogy
Vagy azt mondja, hogy jaj, úgy imádom a töltött káposztát. Igaz? Vagy bár akármi más, ki más, valamilyen kedvence van. A hasa az Istenet. Ha már kimondja azt, hogy imádom, akkor már imádja is. Jobban szereti a töltött káposztát, mint Isten. Igaz? Pedig hát nem az a töltött káposzta halt meg ért ott a Golgotán, igaz? Hanem az Úr Jézus Krisztus, és az Úr Jézus Krisztus. Őt, aki megérdemli azt, hogy imádjuk, mert olvassuk majd, hogy majd minden tér meghajol előtt, amikor visszajön majd, ítéli élőket és holtakat. Minden tér. Mennyeiké, földeiké és föld alatt valóké. Még azok is ugye, akik majd feljönnek, feltámadnak a sírból. Hányszor hallottam már, hogy ilyen szőrszálhasogató emberektől, hogy feltámadás. Hát, akiket a cápa évet meg, például a tengerben. Hát az hogy támadhat már fel? Hát hogy? Hát ismeri az Isten, hogy milyen hatalmat, ő teremtő Isten. Hát nem? Ő újjá teremt, és a feltámadáskor nem ez a húsvértes támad fel. De az Úr Jézus Krisztus ugyanebben a testben támad fel, ugye? De már akkor már lelki test volt. Mondta is Máriának, mikor megjelent, igaz? Máriának jelent meg először, hogy ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához. Nem szabad volt megérintenie. Viszont már Tamásnak már megengedte, igaz? Na már akkor ő fent volt az atyánál számot adni, hogy elvégeztetett, igaz? Elvégezte. Felment az atyához, hogy visszajött, és az Emmausi tanítványok meg nem ismerték meg. Hogy nem ismerték meg? Mert a fizikai, a lelki test az meg volt, a hangjáról ismerték meg a kenyér megtörésével, igaz? Mert a hangja nem változott el. De a teste az elváltozott. És majd abba a testbe fog majd megjelenni, amiben ő elmegy, felemeltetett a dicsőséget, hogy áldozó csütörtökön felemeltetett az égbe. Felment az Úr Jézus is. Abba jön el majd ítélni elevereket és holtakat, ahogy az apostoli hitvallásban mondjuk is. Visszajön. És aki nem várja őt, azt majd nagy csalódást fog érni. Nagy csalódást fog érni, mert akkor majd azt mondta az Úr Jézus, hogy majd kiáltanak a hegyeknek, hogy essetek leján, és rejtsetek el a bárány haragja előtt. Már inkább ne akarnának meghalni, még öngyilkosok is szeretnének lenni, hogy elkerüljék az ítéletet. De nem tudnak, mert nem lesz halál sem. És az Úr Jézus legyőzte a halált. Csodálatos dolgok azok, amik itt még le vannak írva, kedves testvérek, és erről lehetne beszélni órák hosszat, de azt mondja, a lelki ismeretről beszélek, de nem a tiédről, hanem a másikéről. Mert az én szabadságom miért vádolná a másik lelkiismeretet. Tehát itt a Pál apostol beszélné a keresztény szabadságról is. Emlékszek vissza rá, az én fiatal koromban, amikor fiatal hitre jutottam, megtértem, szívogattam én osztálytársaimat is, meg hát a gyerekek játszótársaimat is, hogy gyertek az ifjúsági órára, gyertek. Mert ott is, hogy még annak idején nem ilyen volt, mint mostanában, a mai modern technikában, még akkor agykirály katonát játszottunk, még ilyen dolgokat, igaz, mint fiatalok. Gyertek, azt mondták legtöbbször, hogy tudod miért nem megyünk közzétek, mert nektek ez se szabad, az se szabad, az se szabad. Mondom, tudjátok, én meg mit mondok, nekem több minden szabad, mint nektek. Mert nekem szabad nem cigarettázni, nem káromkodni, nem részegeskedni, még mert azt mondja, táncolni se szabad nem. Ilyen tiltja még nekem senki, de
Ha én ezzel nem szerzek örömet az Úr Jézusnak. Most is ugye, mikor volt a legutóbbi lagzi az unokámnak, csak eljátszoltam a mennyasszony táncot, de többet már nem táncolok. Én egy az, hogy azért már nem így bírom. A másik még nem telik kedvem benne. Már nem telik kedvem benne. Mint fiatal koromban valamikor. Tehát láthatjuk, azért mondja, hogy minden szabad, de nem minden hatalom. Minden szabad neked. Szabad volna dohányoznom is. De hát minek dohányozzak, mikor az én Uram se dohányzott, Jézus Krisztus, igaz? Hát akkor én minek dohányozzak? Szabad nekem alkoholt is innom, de nem kell lerészegednem, igaz? Pál apostol írja Timóteusnak a rossz volt a gyomra, beteges volt, és azt mondja, ne légy többé vízivó, hanem légy érkel és borral. Igen, mert a bor az serkeszti az emésztést. Neked gyomrával volt baja. De nem azt jelenti, hogy addig így ad, amíg csak ellátod a poharat venni, igaz? Tehát minden szabad. Csak ne botlánkoztassak meg másokat. Emlékszek rá, még akkor, amikor szolgáltam, volt, amikor valakinek üzentek át a kocsmába, azt átmentem, azt szóltam neki, mindjárt körülvettek, mindjárt fizetni akartak egy kört, mondom, nekem nem kell. Egyes, hogy szolgálatban vagyok, nem ihatok, a másik dolog még az, hogy én nem tudom, még nem is akarom visszafizetni nektek. Mert ez már úgy illő, hogy visszafizetni. Tehát mondjuk ezzel nem bocsánkoztattam meg senkit, de láthatták, hogy én nem azért nem iszok. Ott viszont már nem beszéltem nekik, hogy azért, mert az Úr Jézusról, hogy az Úr Jézus semmi volt, már úgy érte, hogy részegeskedő. Nem beszéltem, mert a gyöngyöket a disznók elő nem szóljuk, ezt mondja az ige. Ne szóljátok a ti gyöngyöket. A gyöngy pedig nem más, mint az Isten igéje. Mindennek megvan a helye, hogy hol, miről beszélhetünk. Ne bocsánkoztassunk meg másokat. Ugye? Itt például ugye Bálványi húsról van szó, de itt még annak idején ugye, tudjuk nagyon jól, hogy ottan az Izrael népénél ugye bálványok vannak, és ugyanúgy áldoztak, mint az Úrnak. Ugyanúgy felváltak kecskéket, csúkokat, stb. Ugyanúgy áldoztak neki. A bálványoknak is, mint az Istennek. És éppen ezt elégélte meg Isten, megelégélte. Azt mondta, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, ha a bálvány az Isten, kövessétek őt, ezt mondta a próféta. Ha az Úr az Isten, akkor őt kövessétek. Nem lehet két úrnak szolgálni egyszerre. Nem lehet. Azért olyan csodálatos itt a végén, amit olvastam, akár esztek, akár isztok, bármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Akár esztek, akár isztok. Hát lehet enni az Isten dicsőségére, hát hogy ne lehetne? Megköszönni Istennek azt, hogy van mit tennünk, amit az asztalra tenni, igaz? Gyermekek, még emberek milliói halnak éhen a Szaharában, még a pogányok között. Milliók halnak éhen, mert nincs mit tennünk. Láthatjuk a televízióban, biztos mostanában bejött a világ, a televízión keresztül láthatjuk a csontsován gyermek, ki van a csontjuk, az orrosbordájuk, mindenki van. Olyan soványok és éjjel halnak szerencsétlenek. De Isten tudna rajtuk is segíteni, csak hát az ember igazságtalanul hozzá a javokat. Emlékszem rá vissza még az én fiatal koromba, volt egy ilyen úgynevezett konjunktúra, amikor bőség volt a gabonából. Nem ahogy elvitték volna, szétosztották volna szegények közt a milliárdosok, hanem mit csináltak? Hajóra rakták, és belehajták a tengerbe. Ugye? Mert ilyen az ember, ilyen gonosz. Ne szenteljünk semmit sem az ördögnek, hanem amit oda szenteljünk, sőt az egész életünket oda szenteljük az Úr Jézus Krisztusnak, azzal, hogy beszélünk másoknak is róla. Ha engem megszabadított,
örök életet adott, akkor másoknak is adott. El kell fogadtatni az Úr Jézus Krisztus. Mert csak neki van hatalma üdvösséget adni, senki másnak. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, Istennek báránya, hogy önként vállaltad azt, hogy eljöjj erre a világra, emberi testünket magadra vegyed, és mint áldozati bárány, véredet öntsön ott a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy mindezt megtetted. És nem robott fel minélkünk azt, hogy mi mégis nem téged szeretünk, hanem inkább szeretjük a világot. Köszönöm te léket, hogy most ebben a meleg nyári napon is együtt lehetünk, ha kevesen is, de a te igét hangozhatott itt ezzel. Köszönöm te léked a Bibliát, köszönöm, hogy Pál apostolon keresztül megírattad ezeket az igéket a mi figyelmeztetésünkre, hogy ne sántigáljon két fele, és óvakodjunk a bárványimádástól. Hogy csak egyedül téged imádjunk, Szent Háromság egyörök Isten. Könyörgök te hozzád, mennyire se te azokért, akik még mindig tévejgésben élnek. Adj új reformációt, adj ébredést, Uram. Adj új termártonokat. Ott a Vatikánban is, Uram, aki felvilágosítja őket, hogyha meg nem térnek, akkor fáradozat lesz az osztályrészük. Bár mennyire is szépen tudtak prédikálni, de elvesznek, mert nem csak téged szeretnek, hanem szeretik a bálványokat is, Uram. Könyörülj meg rajtunk, Istenem. Könyörgök te hozzá a szokasz ember, egy kicsi magyar népünkért. Áld meg ezt a nemzetet, Uram, adj ébredést ebbe az országba is. Könyörgök te hozzá a népünk vezetőjéért. Köszönöm te léked, Uram, hogy miniszterelnökünknek adtad ezt a gondolatot, hogy a kerítést megépítse, hogy ne özönjenek hozzánk a bálványimádók ide, Uram. Európa teljesen a bárványoké legyen. Könyörülj meg rajtunk, Istenem, és te őrizd meg az ő életét. És adjál neki továbbra is bölcsességet. Könyörgök te hozzád egyházunk vezetőjét is. Te adjál nekik is bölcsességet, hogy tisztán hirdessék az evangéliumot. Könyörgök te hozzád szeretteinkért, közelben is távolban lényénkért. Különösképpen azokért, akiket még nem tudtunk oda vezetni te hozzád, hogy megkérjenek ők is, és együtt legyünk majd ott a te dicsőséges országodba. Ne kelljen majd külön válnunk akkor, amikor te jobb és bal kezed felől állítod az emberiséget, Uram. Könyörülj meg rajtunk, Istenem. Könyörgök te hozzád a gondozókért, hogy nekik könyörületes szívek, szeretettel tudjanak bánni az én idős testvéreimmel. Hallgass meg minket, a názáreti Jézus nevébe kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsátunk a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne hívj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Semmifelől ne aggódjatok. Mindenért hálát adjatok. Kéréseiteket mindenkor háladással tárjátok az Úr elé. És az Istenek békessége, mert minden értelmet felülhalad, meg fogja őrzni a szíveiteket és gondolataikat. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Még akkor énekeljünk egyet. Majd együtt időn. Siessetek, amor lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még.
szava, borulj le a keresztalat. Elszáll a perc az életed, ma még ha jössz elérheted. Ne késj soká, ne várj tovább, ma kérd atyád bocsánatát. Borulj hittel a kereszthez, irgalmáért ma esed el, mert holnap már késő lehet, hogy elnyerhessed üdvödet. A szűk kapu még nyitva van, és téged is Isten szava. Jézus szeret, vár tégedet, ne keményítsd meg szívedet. Ha elkésel, mi lesz veled, hogy mented meg az életed? Bezárul a kegyelmi út,